Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Itt vagyunk Ajkán, és az női amatőr NB1 piros bajnoki kosárlabda mérkőzésről közvetítünk kollégámmal. A mai nap az Ajkai együttes fogadja a Dávid Kornél csapatot, ami tudtommal fehérvári. Még a játékvezetők gyorsan, vagyis még a játékosok gyorsan játékvezetővel lekezelnek sportszerűen. Ez is beletartozik a dolgokba. És lassan kezdődik is a mérkőzés. Külön érdekesség, hogy a hazai együttes eddig ebből a bajnokságból csak 3 mérkőzést játszott le. Még a vendégek már 4-et, és gyors iram. És egy nagyon gyors kezdés. Mehet is a büntető. És be is ment. 1-0. Próbálják kihozni a hazaiak a labdát. Nulla egyébként, hogy szólnak a fülemre. Valamit elszámolhattam. Az első büntetőt elrontották az ajkaiak. Másodikat pedig bedobják. 3-1. Tehát egyébként külön érdekesség a mai mérkőzésen, hogy az ajkaiak 3 mérkőzést játszottak, sajnos ebből a 3 mérkőzésből mind a 3-at el is vesztették, éppen hogy csak 1-2 ponttal. Még a vendégek, közben megint pontot szereztek a vendégek. 4-ből 1 mérkőzést nyertek meg, és abból azt nagyon. A maradék 3-at pedig elvesztették. Nézzük, találnak erést a lányok. Találnak, szépítenek. Itt a Bakony sporttelepen került egyébként megrendezésre ez a mérkőzés. Szurkolók is akadtak szép számmal. És megint keresik a rést a vendégek. Hol tudnak beférkőzni? Be tudtak férkőzni ám, de pontatlan volt a kihasználása a helyzetnek, és 5-5. Egára állunk már az elején. Nagy iramban kezdődött el a találkozó. Szépen védekeznek az ajkaiak. És éppen hogy csak bepattog. 7-5. Támad az ajkai együttes. És egyenlít is. Nézhetjük, hogy van-e rá válasz, vagy nincs. Szerintem nem tudom. Lehetséges, de jelenleg a vendégek nem találják a fogást. Talán egy ilyen bejátszott labdával, ám de nem sikerül kihasználni. Ez se jött össze a hazaiaknak. Lehet folytatni az építkezést. Persze egy jó védekezés után. Most a védekezésre kerül a sor. Hú, mekkora... Naj. Talán 3 pontos, vagy nem? Ezt majd visszanézem. Megint lehetne rá válaszolni. 9-7 az állás. És nem elhetik az előnyt a vendégek. Növelik is. 11-7. 4 ponttal mennek. Ennyi most a differencia. K-
kétszer indulás. Széről jönnek, most az ajkaiak. Nem is sikerült a szépítés, de a labdaszerzés megvan. Nézzük. Ez se akad be, nem megy be. Közben több hazai játékos is nyugalomra inti a csapattársait. Labdavesztés. Ez most nem jött össze. Lehet lefaragni a hátrányból. Egyébként a két csapatnak statisztikái itt végignézve, mármint ami embere terjed ki, nincsenek nagy különbségek. Tehát magasságilag az átlag magasság nagyjából megegyező. Hogyha korosztályról beszélünk, akkor is. Ha jól tudom, itt a két csapatból a legfiatalabb egy vendég játékos, aki 2002-es születésű, tehát már 16 éves idén, és itt játszik a felnőttek között. És 14-7 az állás. Már a duplája az ajkaiaknak. Próbálnak valamit kialakítani. Nem pattam be, és nincs szerencséje az ajaknak. Sajnos. És labdaszerzés. Aj. Szép megindulás volt. Labda. Hallhattuk. Most kéne rést találni. Gyönyörű. Faragunk a hátrányon. Csak ne legyen rá válasz. Az, hogy lesz, az majd hamarosan kiderül. És most lehet még egy kicsit. Még egy kicsit lefaragni a hátrányon. 14-11. Nézzük. Nem lett jó. Semmi gond. 7 pontról visszajöttek a lányok, 3 pontra. Nem találnak rést egyenlőre, ezért dobták el messziről, de nem ment be. Ismét lehet megpróbálkozni azzal, hogy dolgozzanak le a lányok valamelyest abból a 3 pontból, amely most a különbséget alkotja. De nagy esés volt. Hál' Istennek nem sérült meg a játékos. Lendér dobja. Az előbb is értett. Első dobása tökéletes. És a második dobása is tökéletes. Szép. 14-13.
szépen visszajöttek a lányok. Találnak-e valamit? Nem. Így kell csinálni, hibára kell kényszeríteni az ellenfelet. Lendér, majdnem. És egy kicsit a hazaiak edzője, Farkas úr, kezd felélénkülni. Bár ez az élőképen nem látszódott most. De az orgánumát az előbb hasznosította. Nagyon jól és szorosan védekeznek a hazaiak. Lehet folytatni 14-13-ról. Egyébként nagyon csöndben maradt a vendégcsapat, mármint dobásilag, ugyanis az előbb még 14-7 volt, azóta 6 pontot tudtak szerezni az aljak. Ez a jó védekezésnek köszönhető. És közben egy sérülés. Eléggé csúnyán hangzik, az térd. Úgyhogy most állhat a játék. Szerencsére van mentő. Igen. Úgy hallatszik, hogy térdével akadnak problémák. Reméljük nem történt komoly probléma, mert ez azért sose kellemes. Egy sportsérülés sose jó elszenvedni, de ez benne van a sportban. Nézőinknek nem is kell mondanom, amennyiben vannak nézőink, és remélhetőleg vannak. Folytatódik a játék, vagy a játék, a játékosnak pedig mielőbb jobbulást kívánunk. Folytatódik. És nagy dobás. Be is akadt, vége van a vendég kosárcsendnek. De jött rá a gyors válasz. Sajnos most még nem volt rá. De később még lehet egy jó védekezés után csere. Szépen védekezték ki az előbb, erről beszéltem pont. Közben az edzők felálltak. Majd Farkas úr visszaült, és kezd kicsit ingerülten járkálni fel s alá. A vendégek edzője.
Egyébként az Ajkai csapat az utolsó három mérkőzésen, ugye azt mondtam, hogy nagyon szoros eredményeket vívott. A csattól 3 ponttal kaptak ki, Beactól 1 ponttal, és a Tatabányától is 1 ponttal. Úgyhogy egy szerencsés dobáson is múlhat akár egy-egy találkozó. Reméljük most nagyobb sikerben lesz része. Dávid Kornél Akadémia pedig hát BGK-tól 37 ponttal kapott ki. Ez úgy érzem, hogy igen nagy differencia, ahhoz képest, hogy a BGK nem a legjobb csapat a bajnokságban. Deactól kikaptak 13 ponttal. A DVTK-tól 7-8 ponttal, és gyors kontra, ki lesz használva, ez kiderül. Nem lett, de még nincs vége az akciónak. És az NK-s, itt pedig megverték a vendégek. 15 ponttal. Na de vissza a mérkőzésre. Hiszen még maradt durván 1 perc, 7 másodperc. Támadó időből pedig 20 másodperc. Se. Visszaállították 3 másodpercre a támadó időt. És most el is kell azt vállalni. És úgy is van. Szép. Visszavédekezni. Labda vesztés, de vissza is szerezte játékos. És egy labda vesztés pont a palánk előtt. Az sose jó. Nézzük. Ki tudják-e használni a nyert labdát. Büntető dobás. Következik. A vendégek 21-ese dobja. Ki is van használva. Büntető dobás. És nagyon letámadnak a vendégek. És egy gyönyörű játék, 2 ponttal jutalmazva a végén. Remélik a lányok, hogy a végén is ez lesz, és egyébként le is fújják ezt a negyedet. És éppen, hogy csak kipattan róla, de vége. És majdnem beakadt. Vissza is tértem a második negyedre, elnézést, egy kicsit, egy pár másodpercet megkésve, de hát nem nagyon tudtam megszólalni, itt voltam a csinos játékosok, játékos lányok gyűrűjében, úgyhogy inkább nézelődtem. Probléma után. Akkumulátor probléma után, akkor esbitek. Nehogy azt mondják a nézők, hogy kiadjuk önöket minden jóból. Semmi komoly
érdekfeszítő nem történt eddig a második negyed első másodpercébe, pontosan az első 25 másodpercébe. Talán majd most. Marad a vendég. Marad a vendég vezetés. Egy pontos a differencia. Druckerek rákezdenek, hajrá, Ajka! Oj! Egy büszke vállalás, és egy labdaszerzés. Gyönyörű játék. Jöhet a büntető. És vezet az ajkai együttes. Remélhetőleg így is van, meg is bizonyosodok róla az eredménytáblát. Megnézve 20-19, lehet még növelni. Nem lehetett, sajnos. Jönnek is a vendégek. És nagy dobás. Három ponttal jutalmazták, vagyis elnézést kettővel, tehát 21-20 a vendégeknek ismét. És már változik az állás. 22-21 a hazaiaknak. Nagy iramban kezdődik, nagyobb iramban kezdődik ez a negyed, mint az első. A kilátogató nézők, családtagok, sportszeretők nem panaszkodhatnak. Nagyon szépen viszi a játékos, benn megtalálja az emberét. Gyönyörű játék. Na, és mondom én, hogy megjött a drukkerek hangja. Időkérés. Igen, csak hangos lett a teremben. Helyett 24-21. Teszteltem ébren lévő nézőinket. Mi egyébként, ahogy láthatják, a tükörből értesülünk, tehát azt vissza kell forgatni. Nekem egyébként is nagy problémáim vannak a számokkal, így végképp, de valahogy megoldjuk. Az időkérésnek hamarosan vége. Folytatódhat a harc. Így is van, föl is álltak a játékosok a parkettára. Szép, frissen felújított parkettára persze, hiszen most a nyár folyamán lett felújítva ez a nagyszerű sportcsarnok, sportlétesítmény. És támadnak a vendégek. Nagy ütközés. De semmi nem volt. És az egy óriási három pontos volt. Hú, még a hideg is kirázott. Akár egy hajítógép. Csak ez még pontos is. Gyors válasz is megvolt. Lányoknak. Találnak-e fogást a lányok? A lányokon? Vagy inkább a vendégek a hazaiakon, vagy a hazaiak a vendégeken. Ahogy tetszik a kedves nézőknek, hallgatóknak. Válasszák ki, melyik a legjobb számukra. És gondolják úgy. Büntető.
Az első. Egyelőre nem büntettek. Másodjára. Másodjára bemegy. Nagyon szépen viszik föl a labdát, és erről is van szó. Kettő pont. Én pedig elbújtam a védőháló mögött. Kicsit akadályozza a kilátást. De semmi probléma. Nagyon szép labdaszerzés, és megint lehet találatot jegyezni talán a végén. Új! Nagyszerű védekezés. A vendégeknél is megvan. Jelen van, ők is gyakorolták ezt a szituációt. Nyikorognak a cipők, suhan a háló, hát most pont nem. Büntető. Büntetnek vagy nem büntetnek? ...28-25 egyébként az állás nekünk, tehát ajkaiaknak. Hajrá, Ajka! Most már nem, mert büntettek. De hogyha ilyen jó szerkezettel kiúzzák végig ezt a mérkőzést, akár győzelem is születhet a végén, ami már nagyon kellene. Hiszen három meccsből három zakó nem egészséges. Főleg ilyen jó füllett tavaszi időben. Megint egy óriási három pontos láthattunk. És egy nagy indítással, és egy hatalmas rontott zicserrel. És itt is rontás, ott is rontás. A játékosokon most rajta van a rontás. Időkérés következik. Meg is volt a taktikai időkérés. Farkas úr sok technikai tanács alá tett tanítványait. A fiatal lányokat. Nézzük, hogy hasznosítanak ebből valamit a pályán. Hiszen most már nem állnak vezetésre. Előbb hiába ment a szekér. Egy óriási hármas rontott mindenen. Meg a sok egyéni hiba. És az is, hogy a szerencse inkább most nem az ajkai térfélen volt, mint ahogy most se. Megint jöhetnek Dávid Kornél játékosai. Keresik a rést, nem megy. Talán itt. Megint nagy dobás. Kettő pont. Nézzük, valamit ki tudnak-e harcolni a lányok. Muszáj lenne már ismét vezetni, vagy csökkenteni a hátrányon.
Nézzük. Kettő büntetődobás következik. Első tökéletes, csak úgy suhant a háló. Reméljük a másodikra is. Ez lesz jellemző. Hát itt erre most nem volt jellemző. Kettőből egy. Helyzetet gyorsan nem tudták kihasználni a vendégek. Megint az ajkaiak nyomhatnak. Gyönyörű. Megint egy kicsit elcsúszott labda, és erről van szó. Egál az állás. Közben a szélen játsszák a labdát, majd vár egy picit. A vendég ötöse nem tudja, hogy kihez adja. Most igen, le a szélre. Széről elvállalták, de hiába. A lepattanóra pedig a vendégek figyeltek jobban. Közben egy nagy esés, és egy három pontos. 34-31. Megint büntetődobás. Érdekfeszítően várjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Hogy bemegye. Nem. Az első nem ment be. A második pedig. Második se. Második se suhintotta a hálót. A gyűrűn pattant egyet-kettőt, majd le az alapvonal fele. Nézzük. Oldal. Időkérés ismét. Meg is volt az időkérés. Most veszem észre, hogy a vendég játékosoknak a mezüknek az elejére az van írva, hogy Dávid, remélem miattam. Point félretéve folytatódik a mérkőzés. De egyébként nem miattam, vagyis nem hiszem. Szép akció. És nagyon jó labda szerzés és labda vesztés, még egy kötényt is kiosztottak, futball nyelven szólva. Keresik a rést, de nem találják, ezért hátra játszanak. De most lehet, hogy meg fogják találni, ez kiderül. És gyűrű, és az ajkaiak pedig labdát szereztek.
Ismét jönnek az ajkai lányok. 31-34. Helyzet gyönyörű. 34-33 az állás. Ha jól tudtam összeadni a 31 plusz 2-t, remélhetőleg igen. Fönn a kéz, szól Farkasmester. És majdnem megint egy 3 pontosból tudtak erőt kovácsolni. Vagyis inkább nagyobb különbséget. És a kedves sportszerető ajkaiaknak és persze a nézőknek is elmondanám, hogy a holnapi nap folyamán az ajkai futballcsapat, közben egy veszett labda, az ajkai futballcsapat játszani fog az NB3 nyugati csoportjának a 13. fordulójában. Itthon Mainfield Csanakot fogjuk fogadni. Aki teheti, nézzen készen, elképesztően jó mérkőzésre van kilátás. Az ajkai együttes 8 ponttal vezeti a bajnokságot, emlékeim szerint. És ezt meg is erősítik. Mainfield Csanak pedig a harmadik helyen áll 20 ponttal. Az ajkaiak elsők 32-vel. Közben egy 2 pontos. Úgyhogy mindenféleképp ajánlom szíves figyelmükbe. Amennyiben pedig nem tudnak kilátogatni a mérkőzésre, akkor pedig kövessék az ajkai szó online oldalát, ugyanis ott élő közvetítés lesz. Jó magammal próbáljuk élvezhetőbbé, vagy még jobban boldogabbá tenni azt a mérkőzést. És a mérkőzések után pedig interjúkat is készítünk önöknek, úgy mint a mai kosármérkőzés után is. Na de vissza a pályára lelkileg, mert a futball szele most elvitt. Akkor megint mi vezet? Tehát vezetnek az ajkaiak. Lehetne elhúzni, és ott is van. 35-ből lett 37. 37-34, 3 pontos az előny. Meg kéne tartani, plusz növelni is. 37-36, nem mondok semmit. És az utolsó másodpercekre maradt egy nagy helyzet. Utána visszatértünk újult erővel, akár csak a lányaink, lányok. És immáron friss statisztikával is a kezembe, ami külön érdekesség. Hiszen aki figyeli a közvetítést és nézi, ez a rengeteg ember, tisztában lehet vele, hogy a vendégeknél inkább a 3 pontosok dominálnak. És kiemelném Nagy Annomáriát, a vendégek ötösét, aki 5-ször próbálkozott 3 pontossal, és abból 4-szer. 4-szer 3-ast is sikerült dobnia. Tehát mindenképpen az egyik legjobban rá kell figyelniük az ajkaiaknál. De emellett a hazaiaknál pedig 3-as eddig nem is volt. Lépéshiba. Próbálkoznak a vendégek valamit kialakítani. És le is járt a támadó idő. Jöhetnek Balsai Anna. 3 pontos, nem jött össze. Hát marad ez az átok most az ajkán, hogy az első két negyedbe egyébként 3 pontossal 3-szor próbálkoztak, egyszer sőt össze.
És ott a helyzet, Kalocsai. Benn is van. Kalocsai egyébként négyszer próbálkozott két pontossal, és abból három ment sikerrel, és közben pedig egy időkérés hangzik el, és ezek szerint pedig a játékosok le is vonulnak az edzői utasításokat meghallgatva. Vissza is tértünk. Próbálkoznak. Szép labdaszerzés. Rozsics Teodóra próbálkozott. Balsai Anna. Keresik a részt az ajkai lányok. Kisebb, nagyobb sikerrel. Megint próbálkozhatnak. Lépésért kiállt pár ember. Nagyon szép, Kalocsai. Gyönyörű. Erről van szó. Alakul ez. És egy ajkai lehetőség kibontakozóban, vajon kihasználják-e vagy nem. És nem jó, pontatlan. A lepattanót megszerzik a lányok. Három, kettő, egy. Nincsen tűzijáték. Negyven egy, 36 az állás egyébként, 5 ponttal mennek a hazaiak. Úgyhogy még ezt a negyedet nagyon meg kell nyomni, aztán pedig az utolsót is, hisz addig nincs vége a játéknak, amíg azt le nem fújja. Kedves Horváth Alajos és Földesi Ádám sporttárs. Úgyhogy nézzük. Nagyon nagy találat volt. Nézzük, vajon valamit ki tudnak-e okoskodni. Demeter. Azaz. És egyébként egyre többen lettek az ajkai szurkolók. Demeter Hanna lőtt a lehetőség, aki egyébként büntetőt hármat dobott, és abból egy jött össze neki. Mindjárt mondom, hogy négyből mennyi? Négyből kettő. Jó. Ezzel a 33%-os bedobási arányát feljavította 50-re. Nézzük. És
Nagy Anna Mária továbbadta. Nagy Anna Máriával kell egyébként a legjobban vigyázni a kékötössel, hiszen a három pontosokat csak úgy szórja. Keresik a rést, a területet. És hogyha az utóbbi időszakot 5 perces bontásokra veszem, akkor a 20. percben, vagy a 15-től 20. percig terjedő időintervallumot hozta egyedül be az Ajka. Azelőtt az 5., 10. és a 15. percben is a Dávid Kornél Akadémia, vagyis Dávid Kornél csapat vezetett. Akadémia nélkül. És volt 7 pontos differencia is a két csapat között. Most pedig persze vezetnek 6 ponttal, ha jól látom, az Ajkaiak. 44-38. Keresik az embert. Nem találják meg. Közben pedig Farkas kollega összeszólalkozott játékvezető úrral. Közben egy kis showműsort láthatunk. Közben pedig Farkas kollégát próbálják csitítani. Hú, kedves nézők, én itt most egy picit csöndben maradok. Talán a játékvezetőnek is ezt kéne tennie. Az első büntető nem ment be. Nagy jó voltából. Láb. Markó megtalálja az emberét, vagy nem? Uaj, de szép beindulás, és egy nagyszerű találat. A szurkolók hatalmas tapsviharral jutalmazzák. Csere. Vissza is tértünk, közben növelni tudtuk az előnyt, ha jól látom, ha nem, akkor elnézés. Ajj, majdnem Kalocsai szerzett gyönyörű találatot. 49-40 az állás, vezetnek az Ajkaiak, és egy hatalmas labdaszerzés, ezt vissza kell, vagyis végig kell vinni. 11 pont a differencia. És egy időkérés.
Vissza is tértünk az időkérésről, 51-40 a harmadik negyed jelenlegi épp aktuális állása. Labdaszerzés ismét, 11 pontos differenciából lesz-e vajon több? Lendér. Kalocsai, és nagyon szép ejtés. Puha! Elérett az ajka, úgy látszik, délbe fértára. Nagyon fekszik most a játék az ajkaiaknak. Tizenhárom pont a különbség. Az a jegyző még így is ideges, talán ő 50-et akar differenciának. És még ebből a negyedből 2 perc maradt. Szép védekezés. Kalocsai. Balsai. Kalocsai. Lendér. Ötvenöt-negyven, 15 pont a különbség. Mondanám azt, hogy behozhatatlan, de a sportban szinte semmi se behozhatatlan. Kettő büntető dobás következik. Másodikbe is megy. Lendér. Balsai. Szépen fedezi a labdát. Takács. Majd nem. Nagy. Megindult Ohai. De nem sikerült, nem jött össze neki. Marad a 14 pontos különbség. Balsai. Nagyon szépen beindul. Lendér. Majdnem. Nagy. Nagy ismét. Nem tudja kinek adni. Lejátsz a szélre. Megpróbálkoznak egy kétpontossal. És össze is jön. 14-ből így lesz 12 pont a különbség. Kalocsai, Lendér. Gyönyörűen. És lazán. Vége a harmadik negyednek. Különbség. Vissza is álltak a játékosok az utolsó negyedre. Tehát már csak ezt kell kihúzni, kibírni, és megszerzik az első győzelmüket. Nagy. Kalocsai, gyönyörű labdaszerzés. Vissza. Fújja. A bíró. Jöhetnek az ajkaiak.
Jönnek az ajkaiak. 57-43. Balsai. Nagy dobás. Lepattanó. Nagy. Tovább. Nagy. Tovább játsza. És Balsai labdát szerez. Beindul. 59-43. 16 pontos különbség. Igen, kiszámoltam még egyszer annyi. Nem bízok ilyen téren magamban. Nagy. Oldalról jöhetnek. Balsai. Kalocsai. Balsai. Nagyon megindult, és az is benn van. Brutál nagy lesz ezzel a különbség. Már amúgy is nagy volt. Alapból 18 pont, amiről tudok. Remélhetőleg. Így van. És még lehet ebből 20 is. 19. Mindjárt kiderül. 20. Ja, elnézést, 19. Jobban kellett volna figyelnem matematikán. Nagy. Pészesen közel az első ajkai siker, itt az amatőr női NB1 piros bajnokságban. Illet már, hiszen 14 csapatból a 12. helyet foglalják el a lányok. Jelen pillanatban Lendér, gyönyörű mentés, Balsai, Lendér kériben, de nem ő kapja. Nem volt túlságosan résen. Fabini Borbála. Nézzük. Szép labdaszerzés. Meg is az indulás. Ajj, de közel volt az első három pontos. Kalocsai. Balsai. Kalocsai. És majdnem. Nem baj, támadjunk. Legyünk erősek. És nyerjük meg. Nagy. Távoli próbálkozás. Hát, picit távol is állt a pontszerzéshez. Csere. Következik. 19-essel érkezett be Füzi Csilla. És 16-ossal pedig lemegy az ajkajakból Kulcsár. És Tápai jön be. Aki a mai mérkőzésen még nem játszott tudtommal. Lépés. Próbálkozás. Lendér indul, megmenti még a labdát, nagyon szépen le is passzolja, erről van szó. Ki a találatot jegyzi, az pedig Fabini.
az sem már akkora lesz a különbség, hogy nem is tartom számon, de azért igen, 21 pont a különbség. Fabini lepattan a gyűrűről. Próbálkozás itt, próbálkozás ott, de a 21 az mármint differenciának fixen marad. Csere következik. Tízessel érkezik. Mohai Zita. Mondhatnám, hogy Dávid, de az a mez elején szerepel. Talán valami szponzor. Félre ne értsék, nem én. Balsainál a labda, a játékszer, kinek mi tetszik. Mutatja a formációt, hogy mire kéri a csapattársakat, Kalocsai. Balsai, Kalocsaihoz vissza. Az nagyon ügyesen. Ja nem, ez egy külön jelzés, érthető így már. Kalocsai gyönyörű. Mutatja a bíró, hogy mennyire király volt. És a második bemegye. Nem megy be, semmi probléma. És igen, most szólnak fülemre, de ezt talán annyira jó a mikrofon, hogy ezt vele is hallhatták, hogy a kollega szólt, hogy 5 perc maradt hátra ebből a mérkőzésből. Talán már reménykednek benne a vendégek, hogy hamarabb ér véget, hiszen 65-43 az állás, 22 pont. Az első. Vagyis hát... 10 perc alatt maximum csak 19-re volt képes a vendégcsapat. Nem hiszem, hogy ebbe az 5 percbe, nagyon szűkbe 5 percbe megdobja ezt. Valamelyes faragnak a hátrányon. Lányok, Lendér szépen észreveszi Fabinit, Kalocsai, Balsai, Kalocsai rávállalja, ujj, mekkora hármas, megvan az első ajkai hármas az utolsó negyedbe. Nagy gyűrű. Szépen indították tovább, Lendér. Balsai, Kalocsai. Ajj, nem lett jó. És a hátrányon most még nem tudtak faragni. Megint jöhetnek az ajkaiak. És egyébként úgy gondolom, hogy megérnek egy tapsot a szurkolók is. Szépen elcsapták, Lendér elkapta. Jöhetnek a vendégek. Büntető következik, remélhetőleg. Ezt most nem mondtam rosszul. Fél időből, ebből a negyedből még hátra van. 3 perc, 23 pont a különbség. Huszonegyes Ekman Dalma
labda mögött, előtt, fölött. Ez mindig változik. Második bánt. Marsai. Gyönyörű. Marsai. Drukkolók. Én drukkolok, csak hogy a szurkolók is drukkolnak. Őket lehet néhol hallani. Hol erősebben, hol nem annyira. Fabini. Lendér. Szépen indul be. Felsegíti ellenfelét. Lendér. Kettő büntetője. Az első sajnos nem ment be. Nem baj, hajrá. Második be fog menni. Így legyen ötösöm a lottón. Nagy. 2 perc, 40 másodperc maradt még ebből az utolsó negyedből. És nem sikerült kihasználni a helyzetet. Nézzük, hogy az ajkaiaknak vajon igen. Mit büntető dobásra tesz szert az ajka. Fabini. Első nem jó. Második. Semmi probléma. Majd legközelebb. Nagy. 2 perc, 10 másodperc. Támadó időből 10 másodperc, egy 3 pontos rávállalt. Nagy, ez most nem jött össze neki. Gyönyörű indulás, majdnem. És még egy labdaszerzés. Jár a taps, szurkolókat is láthatjuk. Azért összekuporodtak, összegyűltek erre a találkozóra. Csikász. Első bement. És a második is be fog menni. Erről van szó, a jövőben látok. Persze csak vicceltem. Próbálkozhat valamelyest enyhíteni a szívükön az ellenfél. Vagyis inkább az edzőjük szívén, hiszen nagyon jól kezdtek, és csikász. Hiszen jól kezdtek, de ez valahogy ez elmúlt a harmadik harmadtól. Nagy hármas próbálkozás, nem jött össze. Gyönyörű játék. És jó, mert most az ajkaiak úgy fejben tudják, hogy ezt a mérkőzést már megnyerték, hiszen jól látom, hogy 31 pont a különbség. Tehát tudják, hogy ezt már meg fogják nyerni, hiszen egy perc alatt nem lehet dobni 30x-et. Megpróbálják. De ugyanúgy állnak és próbálkoznak, mint a harmadik negyedbe. Most 29 a különbség. Így vágnak neki az utolsó percnek a lányok.
Majdnem. Huszonkilencből lesz a 27. Egyelőre nem. Nagyon szép labdaszerzés. Hát 29-ből 31 lett. És elkezd zugni a szép volt Csajok. Úgyhogy 22 másodperc maradt hátra a mérkőzésből. Meg lesz az első győzelme az ajkai csapatnak. Úgyhogy tényleg jár a tisztelet le a kalappal előttük. Nem lett több, de még lehet. És vége a mérkőzésnek. Ez az ajkai csapat nagyon nagy arányú győzelmet ünnepelhet, ugyanis 79-48-ra legyőzték Dávid Kornéli csapatot. A szurkolók állva ünnepelnek, tapsolnak. Előttük is le a kalappal, akik egész mérkőzés alatt biztatták csapatukat. Úgyhogy én ezzel szeretném zárni a szövegemet. Megszerezte az Ajka az első győzelmét. Nagyszerű játékkal. Akik még ajkai sportra kíváncsiak, azok holnap 3 órától tartsanak velünk itt az Ajkai Online-on, hiszen a felnőtt NB3-as labdarúgó csapatunk Ménfőcsanak ellen fog megmérkőzni. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép napot, viszontlátásra. Sajnos kikapott Gál Tamás csapata, gondolom ezt ön is így látja, hogy azért az első két negyed alapján benne voltak a pakliba, és az is benne volt, hogy önök fognak örömmel távozni. Mi miatt fordult át rossz irányba ez a mérkőzés önök számára? Én azt gondolom, hogy mind az első fél idő az sem volt reális, tehát akkor mi jobban játszottunk, mint egyébként a tudásunk arra bennünket predesztinálna, viszont a másik fél meg sokkal rosszabb volt, mint amit megint csak egyébként tudunk. Teljesen reális eredmény született, tehát az, hogy elad az ember egy fél időben 16 labdát, és mondjuk dob 20%-kal, nyilván az egyértelmű, hogy 12 pontra egy fél időt lejátszani az édeskevés. Gratulálok az ellenfélnek, mert ma ennyivel jobb volt, az első fél idő értékes volt mindenképpen számunkra, de ugye fiatal lányokról van szó, itt 14-16 éves gyerekekről van szó, hát sok tanulnivalónk van, sok tanulnivalójuk van, és nyilván együtt is, úgyhogy abszolút szégyenkezni valókunk nincsen. Rengeteg hibát követünk el, az ellenfél ezt szépen kihasználta, és gratulálok a győzelemhez nekik. Az első két negyedben a játékosai többnyire a 3 pontosakkal próbálkoztak, és ez össze is jött. Ez annak köszönhető, hogy túlságosan zárt az ajkai védelem, vagy ilyen taktikával állította föl őket? Nem, hát végülis a Zancsi volt az ötből, a Nagy Ancsi volt az ötből 4 3 pontost érdekesített. Egyrészt az extra jó százalék, mert az 80%, másfelől pedig addig volt energia, és utána elfogyott a szufla, és gyakorlatilag butaságot butaságra halmoztunk, de még egyszer hangsúlyozom, hogy ez nem a tudatosság volt, bárcsak tudatosság lett volna, gyakorlatilag így jött össze, erőt merítettek egymásból, a másik fél időben nyomta mindenki lefelé saját magát. Nagyon szépen köszönöm az interjút, és remélem, hogy az elkövetkezendő mérkőzéseken minden úgy alakul, ahogy tervezi. Köszönöm szépen, minden jó. Nagy arányú győzelmet ünnepelhettek. Hogyan értékeled ezt a 4/4-et? Hát az első fél időt értékelném a... Nem is tudom, hogy minek, tehát azt egyszerűen nem értem, teljesen értetetlen, hogy lassúak voltunk védekezésben, lassúak voltunk támadásban, nem tudtunk labdát szerezni, nem volt gyorsításunk, és aztán itt a fél időben tudtunk valamelyest változtatni, ezen egy más szerkezetű csapattal mentünk fel. Azok egy kicsit fel tudták pörgetni a játékot, és ezáltal el tudtunk egy kicsit, tehát felszabadultabban tudtuk játszani, könnyebb kosarokat tudtunk szerezni, voltak lerohanásaink, volt könnyű kosár belőle, és így a felállt védelem elleni játék is sokkal jobban ment már. Ebben a bajnokságban ez az első győzelmetek, úgyhogy az előző mérkőzéseken 1-2 ponttal kaptatok ki. Mennyit dob ez most a csapat
morájára. Ővelük a Fehérvárra játszottunk edzőmeccset nyáron, 50 ponttal vertük meg őket, tehát ez most szerintem nem. Vagy akin dob, az nem túl jó sportember. Ezzel inkább el kéne gondolkozni az első félidőn. Az első meccset Tatabányi ellen itt ugye eljátszottuk, vagy játszottuk, és az egy nagyon rossz mérkőzés volt. A Beac ellen egy partit játszottunk, akik ugye gyakorlatilag a bajnokok. Ővelük nagyon jó meccset játszottunk, nyerhettünk is volna. És aztán a csata ellen is óriási előnnyel vezettünk már a félidőbe, és aztán ismét volt egy megtorpanásunk. Ugye azt tudni kell, hogy nálunk 7 játékost igazoltunk most, tehát 8 különböző helyről vagyunk. Ezt össze kell rakni ezt a csapatot, de nyár végén azt gondoltam, hogy ez már megvan. Tehát a felkészülési mérkőzéseken nagyon jól játszottunk, agresszívek voltunk, kemények voltunk, 100 pont fölött dobtunk minden meccsen, fiúk ellen is játszottunk azoknak is. Úgyhogy most egy kicsit tanástalan vagyok, de dolgozunk, tehát egyelőre ennyi, és remélem, hogy sok siker lesz ebből, vagy több. Hát hasonló sikereket kívánok, és még egyszer gratulálok a győzelemhez. Köszönjük. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Holnap jelentkezünk futballal, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani 3 órától. Addig is jó pihenést és kellemes hétvégét kívánok Önöknek, viszontlátásra!